szeptember 11-i terrortámadás után hatalmas összefogás indult világszerte a tűzoltók között. Ennek elindítója Dan Daly, New York-i tűzoltóparancsnok volt, aki akkor elsőként érkezett a helyszínre. Öröm ért bennünket, hogy minden évben itt volt velünk, és együtt rótuk a... Magyarországon Kutalik Tamás honosította meg a megemlékezéseket. Ő fejében fogant meg ez az ötlet, hogy ennek a szörnyű tragédiának valamilyen módon itt Magyarországon állítsunk emléket, és ő kezdte el szervezni első alkalommal Kiskunfélegyházán a 9-11, tehát a szeptember 11-e emlékére az emlékfutásokat, amelyre ide érkezett Déli tűzoltó parancsnok, aki a katasztrófa idején 50 emberét elvesztette. A mentési munkálatok. Most a bajtársi kapcsolatok erősítésére a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyainak 4 acéldarabját hozták el hazánkba, amelyből a fővárosi, a kiskunfélegyházi, a kecskeméti és a 60-i tűzoltóság kapott 1-1 darabot. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átadhatok a New York-i World Trade Center ikertornyaiból származó 4 acéldarabot magyar tűzoltóknak, hogy továbbra is ápolhassák 9-11 áldozatainak emlékét, akik között, amint azt jól tudjuk, nagyon sok 343 bátor tűzoltó és mentős is volt. Bakodi György az összes magyar tűzoltó nevében nagy megtiszteltetésnek nevezte az adományozást. A mi hős tűzoltóink is megcselekszik akár a mindennapokba, akár a Vörösiszap poklába, amikor belegázoltak az emberek mentése érdekében, megcselekszik mindazt, amit a lakosság biztonsága érdekében meg kell, hogy cselekedjenek. 60-ban, 2007-ben fáklyás felvonulással emlékeztek meg a tengeren túli tűzoltókra, amin Déli hadnagy szintén részt vett. Amikor bekövetkezett ez a szörnyű tragédia, akkor mindannyian, azt hiszem, első érzésünk a düh volt. Aztán, ahogy a főigazgató úr is említette, napok múltával a büszkeség tört elő, hiszen azok a tűzoltók, akik ott 343-an hősi halált haltak, mindazért, hogy életeket mentsenek meg, őrájuk büszkének kell lennünk. És amikor sorra kerültek a rendezvények szeptember 11-e alkalmából, többek között 60 városába is Tamásnak köszönhetően, akkor bizony sokan büszkék voltunk arra, hogy mi is részesei lehetünk ezeknek a megemlékezéseknek. Az Egyesült Államokban több száz tűzoltóságba, intézménybe és köztéri szoborba építettek be a Világkereskedelmi Központból származó darabokat. Magyarországon is hasonló módon használják fel őket. 60-ban a tervek szerint egy közös emlékművel tisztelegnek majd az összes hős tűzoltó előtt. Dr. Zólyomi Géza, tűzoltó alezredes, a 60-i tűzoltó parancsnoknak,